Sziasztok! Én Márton vagyok, és ebben a mai videóban itt vagyunk a megújulás hajnalán, itt ebben az alternatív univerzumban lévő HCV-ben. Kérem szépen, itt vagyunk a 8. dicsőség napján. És kérem szépen, a nyitó mérkőzésünk első részvevője érkezik is a ringbe, aki nem más, mint sem a legbiztosabb tipp, a csapatkapitány, Hős Antal, a foci hurigán érkezik a ringbe. Az a Hős Antal, ki ugye nyilvánvalóan, mint mindig, úgy most is a csapatának, tehát a közönségének, az üdvő rivalgására érkezik a ringbe. Antalnak most hatalmas nagy a tét itt a dicsőség napján, hiszen lehetőséget kap arra, hogy megnyeri a táskát. És hogy miért fontos neki a táska? Azért, hiszen ő ugye korábbi Revolution bajnokként szeretne még egy lehetőséget Milán ellen a Revolution bajnoki címére, azonban már a visszavágót csalással megnyerte Milán, és nem akar több lehetőséget adni Antalnak a Revolution bajnoki címre, és Antal ezért pályázta meg a táskát, ami jelenleg Szabó Tamásnál van, a kimért és pontos veteránnál, aki most érkezik és a ringbe, kérem szépen. Így is van, érkezik a ringbe a jelenlegi táskatulajdonos, Szabó Tamás, a kimért és pontos veterán. Hát ugye, ez a mérkőzés pedig ugye úgy jön szinte, hogy Hős Antal befirkőzött Szabó Tamás bőre alá, és Tamás gyakorlatilag a mérgében adta meg a lehetőséget Hős Antalnak, még a dicsőség napját megelőző undergroundokon. És ugye azóta pedig az undergroundokon folyamatosan fokozódik a kettőjük közötti rivalizálás gyakorlatilag. Ugye kezdve azzal, hogy ugye Szabó Tamás ugye megtámadta Antalt a mérkőzése közben, ezáltal Antal elvesztette azt a mérkőzést, és hát az folyamatosan Antaltól pedig mennek a beszólogatások, amivel pedig ugye Szabó Tamás bőre alá tudott férkőzni, gyakorlatilag elindul a mérkőzés, Szabó Tamás ütné Antalt, azonban nem jön neki össze, Hős Antal tud megindulni. Antal mutatja Tamásnak, hogy jöjjön csak, próbálja meg az, hogy leteríti Antalt, hát Tamás egyelőre sikerült, ez hatalmas egy térdesre, de Antal azonnal jön is vissza, és most kőkeményen visszaadja Szabó Tamásnak az előbbi, Szabó Tamás a földön, Antal egyelőre nyerekben. Mindig nagyobbat tudott eddig válaszolni Tamásnak, itt most a ringben is, és hát így átvitt értelemben. Olyan, én most küldi a kötélre Antal Tamás, és ott van egy hatalmas nagy elbó a legbiztosabb tipptől. Nézzük, tussa megy Antal, de Tamás ki tud rúgni. Ugye a közönség abszolút Hős Antal mellett. Tudjuk jól, hogy Antal nagyon jóban van a közönséggel, a HCV közönségével. Ugye már olyannyira, hogy Antal a közönséget a csapatának tekinti. Meglátjuk, hogy a csapatnak haza tudja hozni majd a táskát. Most Tamás érkezik, hatalmas nagy sztrájkokkal, azonban Antal most visszavág, azonban most Tamás. Jönött, hogy itt a mérkőzés elején adok-kapok szituációba kerültek el irkózók. Érkezve ismét Tamás, azonban jön Antal. És most pedig ezt elhajolja, és jön egy hatalmas egy klószen, amivel földre is tudja küldeni Tamást. Hős Antal aprít eddig ezen a mérkőzésen. Egyébként a súlyos erőfölény is nála van, ha tippelnem kéne, azonban most Tamás. Tamás azonban most támad vissza. Gyepálja Antalt, azonban Antal. Most érkezve, de nem tud érkezni Tamás az, aki próbálna, de most Antal. Hoppá, és most Tamás elkezd könyörögni Antalnak, hogy ne bántsa, vagy nem is tudom, és amíg Antal leveszi Tamásról a szemét, addig Tamás azonnal kihasználja a lehetőséget, és lecsap. Tamás érezte, hogy nincsen más módja annak, hogy Hős Antalt meg tudja fogni itt a mérkőzés első szakaszában. Hát ezért kellett ilyen nem túl sportszerű praktikához folyamodnia, de a kimenetes pontos veterán tarsolyában már megszoktuk, hogy vannak ilyenek.
Óta jó ég. Most Tamás is vissza a ringbe, és most ő az, aki küldi Antalt az apronra. Antal bajban, és Tamás le is küldi őt az apronról. Antal hatalmasat esik, de Tamás megy ki utána. Az apronon áll Tamás, mire készül? Mire készült egy jó ég hatalmas a Double Axe Handle. Antal ismét nagyot esik a ringen kívülre. És Tamás azonnal küldi és vissza Antalt. És elkezdi gyepálni. Tamás ezzel... Ezzel, hogy ugye Antalt ki tudta küldeni a ringből, és hatalmasat esett Antal a ringen kívülre. Ezzel gyakorlatilag most, hogy mintha át tudta volna venni a mérkőzésben az irányítást. Elkezdi gyepálni most ismét ezen Antalt hatalmas egy könnyökösökkel, és egy gúnyos taposás a végén Tamástól. Tamás most mire készül? Ajaj! Térdel sem ment volna, de Antal kigördül az útból, és érkezik most Hős. Ajaj, azonban most Tamás visszaüt hatalmasat, de Antal ismételten adok-kapok. Érkezne Antal, de most Tamás nem tudja hárítani Antal páncsát gyakorlatilag. És most pedig elkezdi taposásokkal bombázni, úgy a taposásokkal bombázni Antalt, és földre is küldte azokkal Hős Antalt. Antal a sodomba esik, és ott kezdi előtt gyepálni Tamás. A kimeretes pontos veterán, most elkezdi folytogatni Antalt, te jó ég a sarokban. Azt a mindenségét. A bíró figyelmezteti is Tamás, hogyha ilyesmi többször fog előfordulni, akkor ugye diszkvalifikálhatja őt a bíró, szóval figyelnie kell Tamásnak. Ajaj, most Tamás tussra megy, mi lesz ebből? Nem. Nem sikerül Szabó Tamásnak menjen ilyen a mérkőzés, Antal ki tud rúgni. Azért ez még kevés lesz. Hős Antal ellen. Tamás elkezdi most gyepálni Antalt. Oda gúnyos. Küldi be a sarokba. Ott lennék húszány, de nem. Antaltól a könyökös. És ezek után elkezdi most sorozni Tamást. Így van, Antal nem áll le. És nézzük, most küldi Tamást, de Tamás tud kontrázni. És most, mire készült-e jó ég a kimenetes pontos veterántól betalál az Olympic Slam. Azonnal tusra és megy Szabó Tamás, de Antal ki tud rúgni. Ezt Tamás nem tudja elhinni. Nem tudja elhinni, hogy hogyan rúghatott ki ebből Hős Antal. Ugye tudjuk jól, hogy Tamás szereti lenézni Antalt. És most pedig készül talán befejezni, de nem tudjuk meg, mi lett volna az, akik tövegett után. Antal tudta kontrázni, és most Antal érkezik sarokba egy kószájnnal, majd pedig még egyel a szemközti sarokba, és ezek után pedig Antaltól ott van a hatalmas, hogy Sidewalk Slam. Hős Antal visszajött a mérkőzésbe, és most készül. Készül Antal. Felkapja Tamás, te jó ég! Spinning Side Slam betalál Hős Antaltól, aki tusra is megy, de nem! Nem jön össze neki! Nem jön össze Antalnak! Antal azonban készül talán most befejezni a mérkőzést, lengőre megy, de Tamás kontrázik! Tamás tudkod, és Antal szemébe nyúl Tamás! Szabó Tamás Antal szemébe gyújt, nem látta a bíró. És ezek után betalál a Feed Driver. Ne így, ne így legyen vége, tus helyzet. És így van vége ennek a mérkőzésnek. Szabó Tamás megvédi a táskáját. Továbbra is Szabó Tamás a táska tulajdonosa, de nem áll, hogy így. Nem áll, hogy így lett ennek vége. Azt a mindenségét. Hát ez, nem azt mondom, hogy nem volt várható, hiszen Szabó Tamástól hát gyakorlatilag elvárhatóak az ilyen cselekedetek már lassan, legalábbis mindenképpen megszokottak az egészen biztos, és hát a kimeretes pontos veterán
itt a dicsőség napján így továbbra is a táska tulajdonosa, kérem szépen. És a most következendő mérkőzés első részvője pedig nem lesz másról, mint sem a Hardcore Hungarian, a Dover. Az a Dover, akit az előző, a dicsőzi napját megelőző utolsó Undergroundon a mérkőzése után, miután megnyerte a mérkőzését, Dovert megtámadta Szalai Zoltán. Ugyebár azelőtt pedig Dover legyőzte Szalait, ugye Dover eddig halmozta a győzelmeket, és köztük ugye Szalai Zoltánt is legyőzte az egyik Undergroundon. Azonban ez nem fért Szalai Zoltán másik szinten lévő egójába, és megtámadta Dovert a dicsőség napját megelőző utolsó Undergroundon, és Dover ezt nyilvánvalóan nem akarja és nem fogja annyiban hagyni. És hát itt ennek apropóján jött létre ez a mérkőzés. Két igazi nehéz súlyúról beszélünk. Dover már a ringben is érkezik, és az ember, aki saját maga elmondása szerint már egy másik szintet képvisel, egy korábbi HCV bajnok, Szalai Zoltán érkezik a ringbe. Az a Szalai, aki ugye, hát ha nem is halmozza mostanság a győzelmek első, hogy egyáltalán nem, de nagyon éhezik a sikerre ellentétben. Ugye amióta HCV bajnok volt, azóta nagyon nem találja a helyét egészen egyszerűen. Na de hát talán majd most ez egy olyan áttörő siker lehet itt a 8. dicsőség napján, ami meghozhatja Szalainak a, hogy is mondjam, szintlépést. Talán ez itt találó is, hogyha már ő azt mondja magáról, hogy egy másik szinten van, akkor talán ez a szintlépés valamennyien szimbolikus is lehet. Hát meglátjuk, mi lesz ebből. Dover az egyik oldalon, míg a másikon pedig Szalai Zoltán. Ők ketten fognak most mérkőzést vívni. Lássuk, érkezze Szalai, de jön Dover azon nyomban. Meg tud indulni a Hardcore Hungarian Szalai másik sarokban. Így van, hát ugye Dover nem nagyon fog kegyelmezni Szalainak. Nyilvánvalóan azonban Szalai most leküldi Dovert egy close-en, de Dover ez sokkal nagyobban válaszol most Szalainak. És ezek után pedig elkezd ismételten sorozni Szalai Zoltánt, aki a kötélre esik. Onnan küldi őt a Dover, és hatalmas a hiptosz betalál Dovertől, aki azonnal tussa is megy, nézzük. Éppen hogy csak kettő, de ez még nagyon, nyilvánvalóan nagyon az eleje a meccsnek, ez még nyilvánvalóan nagyon kevés volt. Ojjaj, de most Dover, ez a suplex most nagyon szépen betalált. Mégis van közönség abszolút Dover mellett, ezek most abszolút az ő pillanatai, amiket bizony ki is élvez Dover. De már most rögtön vippeli is Szalait a sarokba, azonban Szalai könyökössel válaszolt és érkezik. Néha egy könyökössel majd pedig elkezdi sorozni Dovert, és Dover tarkójára érkezik hatalmas egy lariáttal Szalai. Ezzel veszi át gyakorlatilag az irányítást, úgy néz ki Szalai Zoltán. Hát bizonyára akármilyen kemény lehet egy ember, akármilyen kemény lehet Dover, a tarkóra mért ütések ugyanolyan kritikusak lehetnek mindenki számára, és a Szalai tökéletesen tudta, és ezt tökéletesen ki is használta. És hát ezt nem kell mondanom, hogy a súlyfölény az Szalainál van, bár az erőfölény nem biztos, de a súlyfölény Szalainál van, és ezt gyönyörűen ki tudta használni itt Dover elleni tarkóra, mint lariátnál. Azonban most Dover jön a könyökössel, és elkezdi most gyepálni Szalait, hazán most egy csoppokkal bombázza, majd pedig ez a páncs is szép Szalai a kötélre is esik, azonban nem. Most jön vissza, és egy hatalmas egy könyökös betalál Szalaitól. Nézzük, tussra megy Zoltán. Ojaj, nem. Dover ki tud rúgni kettőnél, ez azért még kevés lesz. Egyébként itt még a dicsőség napján, a mai dicsőség napján, kérem szépen, még nagyon sok címmérkőzés várható. Egyébként, ugyebár Minán kontra Maverick,
Revolution bajnoki cím mérkőzése például, ami ugye 2 out of 3 falls szabályrendszerben fog zajlani. A vezetőség úgy gondolta, hogy ez a két ember között akkora a feszültség, vagy érdemes erre egy ilyesfajta stipulációval véglegesen eldönteni, hogy most akkor melyik vagyok is a jobb. Illetve lesz még ugye a HCV Tag Team bajnoki címekért Ambos, a kihívó csapat kontra a Williams. Ugye bár a jelenleg regnáló Tag Team bajnokok a Williams mérkőzése is. Ez a két csapat között is egyébként hatalmas egy rivalizálás dúl az utóbbi hetekben. Illetve ugye a mai dicsőség napja főmérkőzésében a kihívó koppány megpróbálja legyőzni a jelenleg regnáló HCV bajnokot, Tihanyi Pétert, a HCV bajnoki címért. Az a Tihanyi Pétert, aki gyakorlatilag élete regnálását, élete futását éli gyakorlatilag, tényleg a HCV védelmezőjévé nőtte ki magát, gyakorlatilag rá is ragadt ez a becenév. És tényleg ugye Tihanyi Péter az első és egyetlen kétszeres HCV bajnok eddig ebben az alternatív univerzumban, szóval az a mérkőzése is, kíváncsi vagyok. És ha már itt koppánynál tartunk, ne felejtsük el, hogy a Vendettán egyébként pont a Doverral vívott egy koporsós mérkőzést, az első koporsós mérkőzést vívták itt ebben az alternatív univerzumban lévő HCV-ben, amit koppány megnyert. Miközben visszatérve erre a mérkőzésre, ami éppen zajlik, Szalai továbbra is totális kontrollban, hatalmas a szubtexet tud beadni most Overnak, és ünnepelteti magát, inkább ezzel csak hergeli a közönséget, Szalai Zoltán. Ajaj, most mire készül, egy újabb szubtexre megy? Így van, egy újabb szubtex betalál Szalaitól. Zoltán nagyon elégedett magával, és azonban most Dover vissza tud támadni, azonban ez most nincsen meg, érkezik Szalai, de nincsen meg, az most tőle sem, érkezik Dover, azonban Szalai visszavág, de most jön ismét Dover, jön ismét Szalai, jönne Dover, de Szalai, adok, kapok. És most Szalai egy Krószennel meg tud indulni, majd pedig még egyen azonnal, és egy harmadik Krószennünk betalál Szalai Zoltántól. Dover a sarokban próbálja magát összeszedni, és Szalai pedig mire készül? Mire készül Zoltán? Te jó ég! Ajjaj! A Dover személyébe nyúl talán! Jól láttam? Igen, Dover nem nagyon lát, de ezt ugye bíró nem látta, háttal volt neki Szalai, így kitakarta az egészet a bírónak, azonban ez nincs meg, Dover kontrázott, te jó ég, és most érkezik Dover egy Krószennel, majd pedig még egyel. Ó, és egy harmadikkal Dover kontrázta Szalainak a sorsforgatóját, és így tudott most megérkezni hatalmas a Krószennokkal, és most egy tiszka szariátot is képes beadni Szalainak, lefejezi Szalai Zoltán Dover, nézzük meg lesz neki a mérkőzés, nem, Szalai ki tud rúgni, te jó ég, pedig ezt már azt hittem, hogy megvan. Azt a mindenségét. Azt a mindenségét neki. Érkezik Dover, de nem, Szalai most tudott kontrázni. Érkezne, Szalai talán Spinebuster-re ment volna, de Dover kontrázta egy Gutfire Suplexbe. És most pedig tussra is megy ezek után Dover. Nézzük, nem. Szalai ki tud rúgni. Ilyen Dover küldi be a sarokba Szalait, és ott van egy hatalmas egy Krószen és egy könnyökös kombó. A Hardcore Hunger ilyen most érzi, most készül befejezni Dover. Nézzük, sikerül-e? Nem, jön Szalai. Kontra után megindul hatalmas egy strike-okkal Szalai Zoltán. Dover sorokba is esik, azonban most vissza tud támadni, és Lariattal leküldi Szalai Zoltánt, és Dover azonnal már is készül, de nem, Zoltán egy sokkal nagyobb csapat tud visszaütni Dovernak. Viszi Zoltán most Dovert a kötelekhez,
és most pedig a kötelek segítségét kihasználva tudja Dover hátára bemérni ezeket a hatalmas nagy könyökösöket, és te jó ég sorsforgató betalál Szalai Zoltántól, aki azonnal tussa és megy, te jóságos úristen, de Dover ki tud rúgni az utolsó pillanatban Szalainak ide, vagy a Spinebuster, vagy a Spearfog elleni. De most Szalai nagyon bepöccent. Szalainak most már tényleg is elege van Doverből. Nagyon komolyan elkezdődj gyepálni most. Ezt a mindenségű Zoltán. De egyből természetesen a közönséget is hergeri tovább. Úristen. Azt a mindenségit. Hát Zoltánnak elege lett. És talán készül. Talán a Spinebusterre, hogy befejezze ezt a mérkőzést. Rá is megy a Spinebusterre, de Dovertől ismét egy Gutfeld Suplex. Amivel ez kontrázta. Szalai ebből tápászkodna fel, de ott van Dover, felkapja Szalai Zoltán, te jó ég, magyar vándor! Betalál Dovertől. Tusra is megy a Hardcore Hungarian, és megvan Dovernek a mérkőzés. Így is van, Dover megcsinálja itt a 8. dicsőség napján. És ez egy újabb sikertelenség is Szalai Zoltán számára. Hát ennek bizonyára nem nagyon fog örülni Szalai, nem nagyon örül Szalai bizonyára ennek. Nagyon komoly mérkőzés van, Szalai mindent megtett, hogy legyőzze Dovert. Nagyon piszkos húzásokon is folyamodott, de egészen egyszerűen Dovert ma nem lehetett legyőzni. Dover ide ma győzni jött, ide ma nyerni jött a Dover. És ez meg is látszódott. Dover végig küzdötte ezt a mérkőzést, és hát meg is lett ennek az eredménye. Hiszen Dover itt a 8. dicsőség napján egy győztesként áll ezen a mérkőzés után. Kérem szépen, a Hardcore Hungarian Dover legyőzte Szalai Zoltán itt a dicsőség napján. És most pedig érkezik a ringbe nem más, mint sem egy korábbi rekordideig regnáló HCV bajnok, a parti állat, a Boldo Brown. Az a Boldo Brown, aki ugye a Véres Novemberen karrierje legnagyobb győzelmét aratta, amikor is ugye egy Iron Man mérkőzésben visszavonultatta BT-t, hiszen az az Iron Man mérkőzés egy karrier volt, és igen, ugyan csalással nyerte meg azt a mérkőzést, azért azt valljuk be, hiszen egy mély ütést követően tudta bevinni a döntőnél bizonyuló pinfolt. De mégis, Boldo mostanság a nagy gálákon eléggé sikertelen szériában van, és pontosan ezért úgy volt, hogy Boldónak ma nem vesz mérkőzés itt a dicsőség napján. Azonban a parti állat egója ezt nem engedte, úgyhogy muszáj volt most valamit kitalálnia, és hát mindjárt meg is látjuk, hogy akkor ebből most mi is lett. Na csumi van, azért vagyok ma itt, mert nem tűröm tovább azt a tiszteletlenséget, amit kapok, mint egy korábbi rekordideig regnáló HCV bajnok. Mi az, hogy én nem kapok mérkőzést a dicsőség napjára? Talán megfelelkezett volna a vezetőség, hogy én voltam az, aki visszavonultatta a BT-t? Mondja ez Boldo. Semmi gáz, gyerekek, aggodalomra semmi pánik, ugyanis itt vagyok és megoldom a fennálló problémát úgy, hogy a nyílt kihívást hirdetek. Hoppá, akkor ez egy open challenge? Szóval, ha van bárki az öltözőben, aki úgy gondolja, hogy felérhet a parti állat nagyságához, az jöjjön bátran. De egy valamit garantálok, mégpedig, hogy ma én ide győzni jöttem. Erős szavak Boldo Browntól, na de hát akkor nézzük, mi lesz ebből. Boldo várja az ellenfelét. Ez ki lesz? Csak nem! Így van! Itt van! Ebben az alternatív univerzumban lévő HCV-ben debütál Joseph Connors! Kérem szépen, egy korábbi NXT UK birkózó! Itt van ebben az alternatív univerzumban, és debütál! Ő az, aki elfogadja Boldo Brown Open Challenge-ét, Boldo Brown nyílt kihívását
micsoda nagy módon debütál így most Connors, azt a mindenségét. Érkezik a ringbe, már a ringben is. Így is van. Így is van. Ugye már egy angol birkózóról beszélünk. Az ő személyében, és mint mondottam, korábbi NXT UK birkózó, korábbi What Culture Pro Wrestling világbajnok egyben, ez az úriember. Hát lássuk akkor, na ez érdekes lesz, Boldo Brown, a parti állat kontra Joseph Connors. Na meglátjuk, hogy akkor ebből mi lesz. Boldo Brown egyben mutatja Connorsnek, hogy jöjjön csak, de Connors mutatja Boldónak, hogy azért nem kellene ennyire felvárral vennie őt. Azonban most Boldo meg tud indulni, és egy gúnyos pofon után ismételten mutatja Connorsnek, hogy jöjjön. Hát most Connors jön is. Jön is Connors, hatalmas egy forearm, és elkezdi ezek után gyepelni Boldót hatalmas egy kombinációval. Boldó a sarokba is esik, és ott kezdi el tovább, és ott folytatja továbbra is a Boldó gyepálását. Connors küldi a szemközi sarokba, és ott van egy hatalmas nagy forearm a Joseph-től. Ennek volt abszolút az ő pillanatai, és hát a közönség mellette áll. Igaz, ugyan nyilvánvalóan nem jó hazai, de hát akkor is a Boldo Brown ellen Connors abszolút a közönség kedvence ebben a helyzetben. Olyan! Azonban most jön Boldo Brown egy hatalmas nagy klószánynal. Olyan, de Connors most feltűzelte magát, és érkezik. Azonban visszakapja Boldótól. Rögtön itt a mérkőzés elején adok-kapok szituáció. Érkezik Boldo, de nem, jön Connors. Jönne vissza Boldo, de nem, Connors. És ezek után egy hatalmas, egy könyökös még odafér az angoltól. Boldo hatalmas nagy hátrányban egyenőre itt a mérkőzés korai szakaszában. Connors ismételten küldi a sorokba, azonban most Boldo el tudta kerülni Connorst. És ezek után ezt ki is tudja használni Boldo, hogy Connors hatalmas nagyot esett a sarokba, arccal előre gyakorlatilag. Hát utána Boldo azonnal a Power Slam után tussa is ment, de egyenőre ez így kevés volt. Tovább gyepálja Connors, Boldo Brown a sarokban, azonban Connors próbálna visszatámadni. Azonban Boldo azt nem akarja annyiban hagyni. Hatalmas nagy csapások folyamatosan záporoznak a parti állattól. Szerencsétlen Connors már a lábán se tud állni. Ugyebár Joseph Connors még nem nagyon ismeri a magyar közönség itt ebben az alternatív univerzumban, hiszen ugye most láthatjuk őt először itt a HCV-ben, de egyébként egy világszerte ismert, és hát ugye főleg Európa szerte nagyon is ismert birkózóról beszélünk az ő nevében, miközben Boldo Brown most a kötereket használja, és úgy tudja ezeket a térdeseket bevinni Connors a bordáira, Connors hátára, majd pedig egy fólóvészlen Boldo Browntól. Amiután túlsra megy a parti állat. Nézzük, meg lesz-e? Nem, Connors ki tud rúgni kettőnél, a Boldo pedig hát nem ugyan akarja ezt elhinni, már most frusztrált Boldo Brown. Már most nem akarja ezt elhinni Boldo Brown, azonban most könnyen hajítja el. Úgy vélem, hogyha a súlyfölény talán nem is, de az erőfölény az Boldo Brownnál van. Minden esetben ugye ismeri Boldót, hogy hatalmas a súlyokat képes megmozgatni. Parti állat. Hoppá, most érkezne Boldo, de most Connors próbál egy kis momentumot építeni. Nem jön össze neki. A Boldo az, aki tudja gyepálni tovább, így is van, most a sarokban kezdte el gyepálni, most egy kiktödegett után mire készül a Boldo. Ó, te jó ég, ezt ismerjük tőle. Te jó ég, ajajaj, Connors. Gyönyörű szépen fejre esik.
Teddybe gyakorlatilag, ami után Boldó tussa megy, de nem jön össze a parti ellenek, és egyre frusztráltabb Boldó. Kicsit ilyen hiszti rohamot is kapott Boldó. Azonban most Connors érkezik most vissza. Megvan a chop, azonban nem, most Boldó egy sokkal nagyobbat tud visszaadni, és be is válja a sarokba Connors, de Connors ki is tud onnan jönni. Most Boldó van a sarokban, ott kezdi előtt gyepálni Connors. Azonban Boldó ezt nem hagyja annyiban, és le is küldi Joseph Connors. Amiután a parti állat készül valamire, olyaj, nem tudjuk meg. Connors tudta hárítani ezt, és most mindenki húszánynal Connors, vagy pedig még egyel. És ott van egy hatalmas egy calf kick Joseph Connors-től. És ezek után pedig Connors küldi a sarokba Boldót, ott kezdi el gyepálni, és most pedig mire készül Connors, megragadja Boldót, de jó ég, hatalmas egy bulldog Joseph Connors-től. Tökéletes a pin, nézzük, sikerül-e neki, nem, Boldó Brown ki tud rúgni, pedig már egyre közelebb jár Connors. Olyan, és ahogyan látom, készül is befejezni ezt a mérkőzést. Nézzük! Nem! Nem jön össze Edward Connors-től. A Connors-nek Boldó vissza tud támadni, de most Connors támad vissza. Jönnek a csoppok Connors-től, ami után pedig küldi is Boldót. De Boldó tud kontrázni. És hoppá, most Boldó Connors torkára támad, nem a legsportszerűbb, de azonnal felnyalálba, hogy a hatalmas egy térdet betalál Boldó Browntól. Nézzük, meg lesz a parti állatnak, nem lesz meg. Joseph Connors ki tudott rúgni. De Boldó azonnal készül valamire. Jó ég. Elkezdi most Connors taposni a sarokban. Azt a minden segít neki. Boldó Brown mutatja, hogy vége van, elege van. Boldó mostán készül a Gatron Powerbombra, amit be is tud fogni Joseph Connorsen. Ott a jó ég, micsoda kontra Joseph Connors-től, micsoda kontra, és most megvan a kicktöregát Joseph-től, majd pedig a befejező manővere, a Don't Look Down is betalál, és ezek után Connors ugyan arra, hogy ne legyen rope break, elhúzza a köterektől Boldót, és tussra megy a Don't Look Down után, és így megvan Joseph Connors-nek a győzelem. Itt a dicsőség napján ez egy sikeres debütálás itt a HCV-ben az angoltól. Kérem szépen, ez igen! Boldó Brown nagy mellénnyel érkezett a dicsőség napjára, nagy mellénnyel kihirdette a nyílt kihívását, azonban ennek itta meg a levét. Hiszen Connors tényleg tűzni jött ide, és nem csak mondta, mint ahogyan Boldó. A magyar közönség éjjenzi az angolt Joseph Connors-ek, ez egy igen sikeres debütálás itt a HCV-ben. A mérkőzés győztese itt a dicsőség napján, tehát Joseph Connors. És akkor most pedig a következő mérkőzés egy 2-out-of-3-4 szabályrendszerben fog zajlani itt a dicsőség napján, és ez a mérkőzés tétje a Revolution bajnoki cím. Kérem szépen, egy hatalmas egy divarizálás előzménye gyakorlatilag ennek az összecsapásnak. Elérkezik is a kihívó, a megkötetetlen Geekember, a Reptile, a Maverick. Így is van, érkezik a Geekember, ki ugye már egy korábbi Revolution bajnok volt, ugyebár, és itt a mai ellenfelével, és a mai ellenfele ugye Milan lesz, őt fogja kihívni Maverick.
ugyebár ennek a két embernek a közös története hatalmas, ugyebár még Milán első Revolution bajnoki regnálásának is Maverick vetett véget, és most ismételten készül ezt megtenni a gyíkemberi már a másodjára, hiszen Milánnak ez már a második regnálása, mint Revolution bajnok. Hát lássuk Maverick már a ringben. És akkor érkezik is a ringben egy másik nincs, amely jelenleg regnáló Revolution bajnok, az Amboss oszlopos tagja, a wrestling, a birkózás, a D-birkózás fenoménja, a Milán. Így is van, érkezik a ringbe. Mint mondottam, már kétszeres Revolution bajnok itt Milán ebben az alternatív univerzumban lévő HCV-ben, és illetve ebben az alternatív univerzumban lévő HCV-ben ő az Amboss harmadik tagja, ugyebár Ikarus, Dreisker, és mellettük ott van ez a fiatalember Milán, ugye Ikarus a szárnyai alá vette, Ikarus és Dreisker a szárnyai alá vette őt, és hát eddig kiválóan teljesít Milán, de hát nyilvánvalóan az egóját soha nem tudja otthon hagyni. Ez az egyetlen egy aggasztó tényező az ő személye kapcsán. És ugye ez egy 2 out of 3 for szabályrendszerben fog zajlani, tehát az a birkózó nyer, aki előbb tudja kétszer leszorítani a másikat. Ugyebár ez azért van így, azért lett ez a stipuláció hozzáadva ez a mérkőzéshez, hiszen úgy gondolt a vezetőség, hogy ennek az összecsapásnak kell ez. Tehát ez az ember, ez a két ember, ez a komoly rivalizálása miatt ez kell. Ez egyfajta mindent eldöntő összecsapás ez a kettőjük között. Gyakorlatilag, ugye az egyik oldalon a kihívó Milán, bocsánat, nem Milán, Maverick, csak két embetűs név, kicsit bekavar. Szóval a gyíkember Maverick az egyik oldalon, míg a másikon pedig a címvédő, a jelenleg regnáló Revolution bajnok, a Milán. No hát akkor lássuk is, a Milán a bíró kezébe adja azt a bajnoki címet. Maverick is rávet egy pillantást, hogy ma miért is jött a dicsőség napjára. És akkor azért a bajnoki címre fog zajlani ez a mérkőzés. 2 out of 3 poles szabályrendszerben. Lássuk. Elindul a mérkőzés. Érkezik Maverick, lock up. Azonban most Milán tud egyből fogást találni Mavericken, és egy gúnyos pofon, egy gúnyos tarkóra mér csapást visz be, azonban Maverick ezt megelégeli. Ugye Milán eddig ugye úgy nyilatkozott, hogy Maverick semmit nem fejlődött, mióta ugye először legyőzte őt. Mármint a Maverick Milánt. Milán azt mondja, hogy azóta Maverick semmit nem fejlődött, és ezért fogja ezt a mérkőzést ő nyerni, tehát Milán. És most pedig érkezik Milán. Maverick nagyon szépen meg tudott indulni ott a mérkőzés elején, Milán feltüzelte. De most Milán érkezett, de csak eddig, hiszen most Maverick jön egy clothesline-nal. És a gyíkember meg is rá egyből Milánra. Megragadja a T-birkózás fenoménját, azonban most Milán úgy visszatámadni, most ő küldi Mavericket a sorokba. És te jó ég, a köteleket használja, ha jól látom. Nem a legjobb innen, nem látom annyira, de bizonyára a köteleket használta Milán, és úgy vitte be ezeket a csapásokat, természetesen Maverick karjára, te jó ég, most pedig egy hatalmas nagy neckbreaker Milántól. Majd pedig ismét a karra támad, és egy legdrop Maverick karjára. Maverick egyből a kötelekhez kúszik, azonban ott van Milán, és kihasználja a kötelek segítségét. Nem a legsportszerűbb. És ezek után pedig ismételten Maverick karját veszi célba Milán. Aztán mindenségét neki hatalmas nagy side slam. Nézzük, mi lesz ebből. Ez még bőven kevés. Maverick azért itt még kettőnél ki tudott rólni bőségesen. Ez még azért a mérkőzés eleje. Ugye láthatóak a képernyőn, hogy egyenőre 0-0 az állás.
de valamely birkózónak kettő pinfolt vagy submission-t kell bevinnie ahhoz, vagy tehát kétféle kétszer kell menjenie ezt a mérkőzést gyakorlatilag annak érdekében, hogy megnyerje az összecsapást. Tehát aki előbb érje el a két pontot, azt fog győzelemeskedni. Tehát lesz egy új bajnok az itt a kérdés, és Milán most olyan dolgozik Möbrik karján. Milánnak ez egy beves stratégiája minden egyes ellenfele ellen, hogy a karját építi le, és ezzel előkészít folyamatosan az ellenfele karját a feladásra kényszerítő befejező manőverére. Miközben most Maverick érkezik. De jön vissza Milán. Jön Maverick. Jönne Milán, de nem. Jönne Maverick, de nem. Jön Milán. Maverick érkezne. Nem jön össze. Jön ismét Milán. És most pedig Milán ismételten Maverick karját veszi célba. És a hajánál fogva rántotta le Mavericket, amiután rátaposolta arra a karra, és most pedig Milán. Nem kegyelmez a gyíkember, mert belevágja a karját. Folyamatosan a ringbe. Most megy tusra Milán, nézzük. Nem, még ez is kevés. Ez is még bőven kevés, de Milán már ezt most nem hiszi el. Hát soha nem érdemes alábecsülni a gyíkembert. Milán most küldi Mavericket a sarokba, azonban Maverick tudott kontrázni. Most érkezik a gyíkember. Milán bajban lehet akár, nézzük, küldi őt Maverick, de kontrázza a vippet Milán. Érkezne egy csoppal, de nem, ezt Maverick el tudja hajolni, és most ő érkezik hatalmasan, hogy sztrájkokkal kérem szépen. Így is van a gyíkember. Küldi Milánt, de Milán ismételten tudja ezt kontrázni. Majd pedig, ajjaj, azt a mindenségét. Milán ismét Maverick karját veszi célba, és a szempillantás alatt megfordította ezzel Maverick momentumát gyakorlatilag, és visszavette az irányítást. Hát igen, már Maverick karja bizonyára nagyon rossz állapotban lehet. Milán gyakja Mavericket. Beesik a sarokba Maverick, és ott is, ott sem áll le Milán. Hatalmas egy taposások most Milántól. Azt a mindenségét. Nézzük most, tussra megy Milán, de nem. Maverick ki tudott rúgni a gyíkember. Azonban most Milán küldi ismét a sarokba Mavericket. Ott kezd el páncsokkal bombázni, azonban most Maverick tudott kontrázni. És tud érkezni egy csoppal, majd még egyel, a harmadik már nem tud el be. Jön Milán. Még egy könyökös. Még egy alkaros. Inkább úgy mondom, és ismételten Maverick karjára támad. Milán most mire készül? Tapossa Maverick karját, Maverick kezét. Azt a mindenségét. Abszolút Milán van egyenlőre kontrollban. Maverick a kötelek alá gördül. Érkezne Milán, de nem tud. Maverick kontrázik, azonban Milán azonnal visszajön. Visszavág. Azonban most Maverick tudja hálítani a kiktörögátot. És küldi Milánt, és ott van egy hatalmas, egy könyökös Mavericktől. Talán visszaverti az irányítást a gyíkember. Kiküldi Milánt. De jó ég, kiküldi Milánt. Mire készül Maverick? Ugrik Maverick, de senki nincsen ott! Milán! Milán elmozog Maverick elől, és Milán... És Milán már is visszaküldi Mavericket a ringbe. Hatalmasat esélyez Maverick a ringen kívül, és te jó ég Milántól! Hatalmas nagy! Exploder szuper szerűség, bent tartja a hidat, és megvan Milánnak az első fall. Az első pont Miláné. Még egyet kell szereznie a DB-kódás fenoménjának.
Hát nyilvánvalóan Maverick akkurát esett a ringen kívülre, hogy nem csoda, hogy abból nem tudott kirúgni, de Milán azonnal rajta marad, és pedig a köteleket használja, a kötelekre dobja rá Mavericket ismételten, tudsa meg, eldőlhet a meccs, de nem. Maverick ki tud rúgni, atyaég. Milán most készül befejezni ezt a mérkőzést, nézzük. Ojaj, ojaj, be is tudja fogni Mavericket, te jó ég. Ott van, bent van a hidaló karfeszítése Milánnak. Lekopogja Maverick, ha lekopogja, akkor ennek a mérkőzésnek vége. Nézzük, lekopogja Maverick. Ó, nem, tudja kontrázni. Maverick ki tud szabadulni a karfeszítésből. És érkezik most, ott van egy close line. Majd pedig még egy close line a gyíkembertől. Elkapja Milán lábát, a másikat pedig kisöpli a gyíkember, így is van. Maverick készül, készül valami nagyra, Milán próbál azonnal feltápászkodni talpra, érkezik Maverick, elkezdő sorozni. Érkezzen Maverick, azonban most Milán vissza tud válni, de most Maverick hárítja és betalál a backstabber. Maverick-től, aki végre tussa is tud menni, de nem, nem jön össze neki. Nem jön össze Mavericknek az első pont. Ez pedig azonban elhajolja Milán. És érkezik Milán. Érkezik Milán. Küldi Mavericket a sarokba. És ott, hoppá, Maverick dupla térdessel kontrázik. És ott van egy close line Mavericktől. És most nézzük, mire készül a gyíkember. Küldi Milánt az apronra. Le is tudja az apronról lökni Milánt. De jó ég, a gyíkember most nagyon nagy lendületben, és most megvan! Kidájból gyönyörű szépen Maverick Milánra, ezúttal már esélyesen volt Milánnak arra, hogy elmozogjon Maverick elől. Maverick küldi vissza Milánt a ringbe, aki egyből próbált talpra kászálódni. Olyaj, egy hatalmas egy térdes Maverick többet talál. És Maverick, te jó ég, mászik a legfősebb kötélre, mire készül a gyíkember, hatalmas nagy Frog Splash, betalál! Betalál Maverick-től a Frog Splash, nézzük, megvan a gyíkembernek! Megvan a gyíkembernek az első pont, 1-1 az állás. Innentől kezdve, aki be tud húzni még egy pint, vagy feladásra tudja készíteni az ellenfelé, vagy bárhogyan, győzelmet tud elérni, az megnyeri az egész mérkőzést. Maverick érkezzen, de nem, jönne Milán, de őnek is sem sikerül, most Maverick ismételten elkezdi őt sorozni. Hatalmas egy mérkőzést láthatunk, mind a ketten beleadnak apait, anyait. Maverick kiválóan bizonyítja ismételten itt a dicsőség napján, hogy miért is ő a megtörhetetlen gyíkember egyenlőre. Azonban jön vissza Milán. És most készülne valamire, de nincsen benne, Maverick kontrázza azt a valamit. Küldi Milánt a sarokba. És fel is teszi őt a felső kötélre, te jó ég. Mire készülne? Nem tudjuk meg. Nem tudjuk meg. Most Milán küldi Mavericket a felső kötélre. Azt a mindenséget, és onnan Maverick karját lerántja. Maverick a karjával előre csapódik be a ringbe. Azt a mindenséget, és Milán azonnal rámegy egy karfeszítésre. Zseniális technikai birkózó Milán minden ilyesmit tud, de Maverick ismételten ki tudott szabadulni. És Mavericktől újabb backstabberre készült, de nem talál be. Nem talál be a backstabber Mavericktől, és Milán ismételten be tudja fogni a befejező manőverét, a hidaló karfeszítés. Jaj, de nagyon feszíti azt a kart, Maverick lekopogja, küzd a gyíkember, küzd! Küzd a gyíkember! Ki tud-e jönni? Nem! Milán ismételten ráfeszít arra a karra, és Maverick lekopogja. Azt a mindenségét, micsoda mérkőzés volt ez. Milán megnyeri, és megvédi a Revolution bajnoki címét. Ez a két birkózó, ez a két pankrátor minden beleadott itt a 8. dicsőség napján ebben a Two Out of Three Falls mérkőzésben. Kérem szépen,
Hú, te jó ég! Maverick sorozatosan bizonyította a rátermettségét, azonban ez egészen egyszerűen kevés volt. Kevés volt Milán ellen. Milán ismételten piszkos praktikák használatával ugyan, tehát azért volt is rengeteg sok megkérdőjelezhető húzás a Milánnak, de végül meg tudta nyerni ezt a mérkőzést, és így a Milán továbbra is a Revolution a bajnok. És akkor most pedig egy újabb címmérkőzés fog következni, és ismételten az Ambos zenéje szólal meg, de ezúttal már Ikarus és Robert Dreisker érkeznek a ringbe. Ugye ők ketten egy technik mérkőzésre jöttek, kérem szépen, vagy jönnek, kérem szépen, hiszen ők a kihívói a jelenleg náló HCV Techteam bajnokoknak, azokért a HCV Techteam bajnoki címekért itt a dicsőség napján, itt a 8. dicsőség napján. Ikarus és Dreisker egy roppant veszélyes páros, ezt kell róluk tudni igazság szerint. Hatalmas a stratéga, mind a kettő hatalmas egy veterán. Ugyebár Robert Dreisker többek között a WXW Academy, a Német Szervezet Akadémiájának a vezető edzője. Tényleg iszonyatos nagy tudás van mögöttük, és iszonyatosan veszélyesek, és iszonyatosan nem riadnak vissza a piszkos praktikák használatától. Azonban jönnek a címvédők, Ozzy Spencer és Blake Steamer, avagy a Williams érkeznek is a ringbe. A szamai tank és a héttenger gőzkalóza kapitány. Ők ketten a HCV jelenleg náló tag team bajnokai. Ugye ez a két csapat között már azért egy igen húzódó rivalizálás van. Egy igen húzódó rivalizás van jelen és észlelhető az utóbbi undergroundokon, a dicsőség napján megelőző undergroundokon. Folyamatosan egy-egy elleni mérkőzésekben veszték részt egymás ellen. És így van. És hát ugye nagyon sok káosz is kialakult, ugye nagyon nagy a feszültség ez a két csapat között, de most itt a dicsőség napján lerendezhetik ezt az egészet. Ugyebár azokért a HCV Tech Team bajnoki címekhez fog zajlani ez a mérkőzés, kérem szépen az egyik oldalon a kihívó páros Ikarus és Robert Dreisker, avagy az Ambos. Kérem szépen. Míg a másik oldalon pedig a címvédő csapat, Ozzy Spencer és Blake Steamer, a Williams. Na hát így is van. Akkor a Williams a bíró kezébe adja a bajnoki címeket, amiket fel is mutat, azokért a bajnoki címeket fog zajlani ez a mérkőzés. Lássuk hát mi lesz ebből. Elindul ez a mérkőzés, így is van. Érkezne Blake, de jön. Ikarus érkezne, de jön Blake. Itt az elején Blake Steamer nagyon jól meg tud indulni, és tudja Ikarus összes próbálkozását kontrázni, azonban most Ikarus most tud érkezni hatalmas egy kombóval. Steamer meginog, küldi őt Ikarus, azonban Blake most tudta ezt kontrázni, és most ő az, aki megindul. Úgy legeli Ikaruszt, ki a sarokba is esik, onnan vippeli átült Blake a szemközti sarokba, és egy hatalmas egy forearm betalál a kapitánytól, ami után pedig ott van egy hatalmas egy dropkick a sarokban. Ezek most egyértelműen Blake Steamer pillanatai, a közönség abszolút a Williams mellett, de ez nem meglepő. Úgy akkor ezzel mióta az Ambos létre jött, nincsen jó kapcsolata a közönséggel. És hát megértem, hogy miért, azonban most Ikarus
Blake Steamer torkára támad. Nem a legsportszerűbb. Beváltja most Robert Dreisgert, aki azonnal érkezik. Az osztrák lavina kezelésbe veszi Blake-et, és egy hatalmasabb backsuplex ad. Most be. Olyan, Dreisgert egy jó, azt a mindenségét. Ojaj, Dreisker, most egy STO-val küldi le Blake-et. Fú, hát hamar megfordult ez a mérkőzés. Dreisker apítja Blake Steamert, hatalmas egy térdesek. Blake-nek kéne a tag, de hát Dreisker ékeszebb fogják neki hagyni. Olyan könnyen, hogy csak úgy beváltsa a csapattársát, a szamai tankot Ozit. Ajaj, most küldi Dreisker a kötélre, Blake-et, és onnan egy tiltövél slam. Azt a mindenségét Dreisker tussra megy, de nem. Nem jön össze Robert Dreiskernek, a kapitány pedig kúszna Ozzie Spencer felé, azonban Dreisker ezt nem hagyja. Nem hagyja annyiban. Ojaj. Hatalmas egy túlszerűen a sorokban Dreisker, de majd pedig egy könyökös. Ojaj. Ojaj, te jó ég! Könnyűen felkapja Robert Dreisker Blake-et, és ott van egy hatalmas a power slam. Tussra megy Robert Dreisker. De nem. Blake, ki tud rúgni. Azonban Dreisker megragadja azonnal Blake-et, viszi a sarkukba, és beváltja Ikaruszt. Ajjaj. Ikarusz már a legális a mérkőzésben az Ambos részéről, és Blake pedig továbbra sem tud eljutni Ozihoz. Ha be tudja váltani a partnerét, azonban Ikarusz, de jó ég, most folytogatni kezdi brutális módon. Blake Steamert a bíró figyelmezteti is, hogy ezt azért ne nagyon. Mert ezek után már diszkvalifikáció is járhat. Ikarusz. Érkezik a ringbe, már a ringben van. Érkezik hatalmas a sztrájkokkal, ezt akartam mondani. Most pedig tus helyzetben Blake Steamer kirúg. Érkezne Ikarusz, de nem tud. Jön vissza Blake a ringbe, azonban Ikarusz ezt ki tudja használni bőségesen. Blake Steamer ismét a sarokban köt ki, azonban Blake küzd Blake Steamer. Azonban Ikarusz elhajolja, és ismét Blake torkára támad, majd pedig, de jó ég, felkapja Blake-et, és a Hungarian Arrow, Ikarusz Falcon Arrow variánsa betalál. Azonban ott van azért, megtöri a pinfolt, megtöri a túst, azonban Ikarusz leküldi most ezért Ozit. Így már hát esélye sincsen Blake-nek a váltásra egy ideig. Most Ikarusz beváltja Robert Dreiskert, de jó, hogy páros manőverre készülnek. Ó, oh, hatalmas a dupla shoulder tackle. Dreisker. Egyből küldi is vissza Blake-ed, azt a mindenségi micsoda. Micsoda furfan, micsoda piszkos húzás az Ambosztól. Ikarusz nem is volt a legális részvevő, de mégis megütötte Blake-et. És azonnal Dreisker érkezett rá. De jó ég, most Dreisker ugrana, de nem! Blake fel tudja kapni a térdeit. Abba szánkázik bele Robert Dreisker egyenesen. És most tud visszajönni Blake a mérkőzésbe. Így is van hatalmas egy choppok. Azonban nem! Dreisker a visszaküldő Blake Steamert a földre. Olyan, de Blake, most innen Kusennel földre teríti Robert Dreisker. Itt van a lehetősége Blake Steamernek arra, hogy beváltsa Ozit, és be is tudja váltani a szamai tank végre a mérkőzés részese. Dreisker feltápászkodik, de jön Ozi. És azonnal vissza is küldi Dreiskert.
és ezek után pedig egy hatalmas egy headbutt Ozzy Spencertől. Ikarus kérni azt a Walter Dreisgertől, de Ozzy ezt nem hagyja. Ozzy ezt nem hagyja, visszaadja azt, hogy ugye az Ambos is korábban lelökte már őt az élponról, és most egy hatalmas egy szamai dobást betalál. Ha nincsen ott Ikarus, hogy megtörje a pint, Ozzy Spencer tussa megy. De nem, Robert Dreisger ki tud rúgni. Ozzy ezt nem hiszi el. A szamai dobás az egyik fő fegyvere Ozzynak. A szamai tanknak. Ojaj, ojaj, nem. Dreisger most tudott kontrázni, és jön Ozzy Spencer tarkójára egy hatalmas egy crossline-nal. Beváltja Ikaruszt, aki érkezik ismét egy crossline-nal. Azonban most Ozzy próbál visszavárni, és így van, le is küldi Ikaruszt. Majd pedig Ozzy küldi a saját sarkukba Ikaruszt, ahol kilapítja. És készül Ozzy. Készül Ozzy valamire, felkapja Ikaruszt, de jó ég, szamai dobás! Egy újabb szamai dobás, ezúttal már Ikaruszt kapta. Ezt a dobást azonban ki tud rúgni az utolsó pillanatban. Ozzy most beváltja Blake-et. Kapitánya legális részevő ezen a mérkőzésen immár. Érkezne Blake, de hoppá, most Ikaruszt ismét Blake torkára támad volna, de ez kontrázza Blake, és ott van egy hatalmas, hogy Horman Suplex a kapitánytól, és készül. Készül a héttenger gőzkalóza lezárni ezt a mérkőzést, Krakenre menni, de nem talál be. Jön Ikaruszt, hatalmas egy térdes. Ikaruszt beváltja Robert Dreisgert, míg Blake pedig Ozzyt. Ajaj, a két nagy ágyú, Ozzy és Dreisger. Ozzy érkezik, lederíti Dreisgert. Majd pedig még egyszer. Dreisger azonban azonnal szedi össze magát. És csak szedné magát össze, mert most Ozzy torkon ragadja, te jó ég, Ozzy mire készült? Te jó ég! Chokeslam! Ozzy Spencertől! Ikarus kérni a váltást! De Ozzy nem hagyja, hogy Dreisger beváltsa a csapattársát nyilvánvalóan. Ozzy jó ég, te jó ég, azt a mindenségi hatalmas nagy Big Bang Body Drop a szamai tanktól. Ezek után küldi Dreiskert a sarkukba, lelőki Ikaruszt. És most mire készülnek Blake-kel? Ott a jó ég, ott a jó ég! A befejező manőverük betalál a Williamsnek. Hatalmas nagy kombináció, hatalmas nagy páros manőver. Nézzük, tus helyzet és megvan. Megvan a Williamsnek ez a mérkőzés. Az Ambos mindent megtett annak érdekében, hogy az arany bajnoki címekkel távozzanak, hogy arannyal távozzanak a derekük körül, de nem jött össze nekik, nem jött össze nekik a piszkos húzások ellenére sem, nem jött össze nekik, ugyanis Blake Steamer és Ozzy Spencer hősiesen végigküzdötték ezt a mérkőzést, és meg is lett ennek a gyümölcse. Hiszen továbbra is ők a HCV Tech Team bajnokai, a szamoai tank Ozzy Spencer és a héttenger gőzkalóza, a kapitány Blake Steamer most ünnepelhet, ezt most megcsinálták, megcsinálták és megvédték a bajnoki címeiket itt a 8. dicsőség napján. A mérkőzés győztesei tehát a Williams. És akkor most pedig jön a 8. dicsőség napja fő mérkőzése, ami normál szabályrendszerben fog zajlani, és a tét, a HCV, a bajnoki címe. Hatalmas mérkőzésnek nézünk elébe, itt a dicsőség napján érkezik is a kihívó, aki nem más, mint sem a misztikus ős magyar Koppány. Ez az ember a Vendettán egy koporsós mérkőzésben legyőzte Dovert, és itt a dicsőség napján most ki fogja hívni a HCV jelenlegnáló bajnokát,
az első és egyetlen kétszeres HCV bajnokat ebben az alternatív univerzumban lévő HCV-ben, Tihanyi Pétert. Ugye Koppány úgy hivatkozott, vagy úgy nyilatkozott az utóbbi hetekben, az Undergroundokon, hogy ugye a földanya nem Tihanyit szánta a HCV bajnokának, nem Tihanyit szánta a magyar pankráció vezérének, hanem őt, hanem Koppányt. Úgy gondolja, hogy Koppány, vagy egy Koppány úgy gondolja, hogy a földanya ezt a feladatot szánta neki, és ezt a sorsot be kell most neki teljesítenie. És hát sajnálja ugyan, mert elismeri Tihanyit és tiszteli Tihanyit, mert ugyan jó HCV bajnok volt, de földanya számára nem elég jó. Így nyilatkozott Koppány, és ő ezért akarja most minden áron megszerezni a HCV bajnoki címét, és hát akkor érkezik a ringbe most a címvédő. A címvédő, a jelenleg regnáló HCV bajnok, a védelmező Tihanyi Péter érkezik a ringbe. Mint mondottam, az első és egyetlen kétszeres HCV bajnok ebben az alternatív univerzumban lévő HCV-ben, illetve ez alatt a második regnálása alatt Tihanyira ráragadt, és büszkén is viseli ezt a védelmező becenevet. Egy igen találó, mert ténylegesen ez alatt a regnálás alatt a magyar pankráció a HCV egész védelmezőjévé vált Tihanyi Péter. És azt mondta, hogy itt a dicsőség napján ugyanúgy fogja teljesíteni a kötelességeit, mint a HCV védelmezője, mint a magyar pankráció védelmezője, mint ahogyan azt eddig is tette. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből, egy hatalmas összecsapásra térünk elébe itt a 8. dicsőség napján. Az itt a kérdés, hogy Koppány vagy Tihanyi? Koppány vagy Tihanyi, Tihanyi vagy Koppány? Ez a kérdés. Ki fog távozni úgy a 8. dicsőség napjáról, mint a HCV bajnoka? Nagyon kíváncsian várom ezt a mérkőzést, tényleg. Nagyon kíváncsian várom azt, hogy mi lesz ebből. Hát igen. Ez bizony kemény lesz. Van, ezért a bajnoki címért fogom szerenni, a HCV bajnoki címért fogom szerenni ez a mérkőzés. Normál szabályrendszerben, természetesen az egyik oldalon ott van Koppány, még a másikon pedig a címvédő, a védelmező, a jelenleg náló HCV bajnok, Tihanyi Péter. Így is van, a közönség egyébként abszolút Tihanyi Péter mellett, ahogyan lehet hallani. Hát igen. Ez azért várható volt, hogy a közönség Tihanyit fogja támogatni ebben az összecsapásban. Hát ugye Koppány nem valami szimpatikus lélek egyenlőre. Ugye főleg nem azok után, ahogyan ugye visszatért még az áttörés, amikor ugye megtámadta Dovert Koppány, aztán pedig a Vendettán egy koporsos mérkőzésben legyőzte Dovert. Hát igen, a közönséggel nem valami jó kapcsolata így Koppánynak, és főleg nem így, hogy most Tihanyi Péter és az ő HCV bajnoki címét veszíti elba. Koppány most mutatja Péternek, hogy jöjjön, de Péter mutatta Koppánynak, hogy inkább ő kezdjen. Hát Koppány bizony kezd, aki nem kell kétszer mondani, érkezne is, azonban most jön Péter. Ne felejtsük el, hogy ugye Koppány és Tihanyi között az egész rivalizálás úgy indul, hogy Koppány a semmiből megtámadta Tihanyit a Vendetta utáni első undergroundon. Onnan indult ez az egész kettőjük között. Tihanyi most nagyon meg tud indulni, azt a minden segít hatalmas nagy elebódró a meteora után. Nézzük, pussa megy, de Koppány ennél ki tud rúgni. Hát igen, ez még azért a mérkőzés eleje, azt azért valljuk be. Azonban Tihanyi rajta maradt Koppányon. És mutatja Koppánynak, hogy jöjjön. Gyakorlatilag most Tihanyi, nézzük. Ó, nem, most Koppány vissza tud támadni. Talán Koppány, vagy talán Tihanyi kicsit sokat időzött. Koppány ezzel azért valamennyire össze tudta magát szedni.
Hát mondom, most jön Tihanyi, jön Tihanyi. A bajnok bizony érkezik. Küldi Koppányt, azonban a Koppány. Most érkezne, de nem, jön Tihanyi. És most elkezdi bombázni Koppányt. Hatalmas a csapásokkal. Folyamatosan sorozza Koppányt. Koppány kötélre is esik. Ahogyan, de nem, nem jön össze. Nem jön össze Péternek a következő folytatás gyakorlatilag. Ó, oh, Koppány most leküldi Tihanyit. Leküldi Tihanyit az apronról. Hatalmasat esik a bajnok a ringen kívülre. És majd Koppány belevágja Tihanyit a barikádba. De ezt most el tudja kerülni, Tihanyi Koppány találkozik a barikáddal. Azt a mindenségét neki. Adok, kapok, megy a ringen kívül. És tőlejük Tihanyitól. Hatalmas egy térdet betalál a ringen kívül. De viszont ebben ő is azért hatalmasat esett a ringen kívülre. Ne hagyjuk figyelmen kívül. És most Tihanyi küldi Koppányt oda a barikádra. Közben számol a bíró, vissza kellene térniük azért már lassan a ringbe, hogy ebben ne vagy diszkvalifikáció legyen. Hétnél jár a bíró, és így Tihanyi vissza is megy a ringbe. Vissza is megy a ringbe, ugye a bajnoki cím nem cserélhet gazdát, úgyhogy ha kiszámolással ér véget a mérkőzés, de Tihanyi éppen, hogy csak kiugrik. Nem akar kiszámolással nyerni, hanem inkább kiugrik Koppányra, ezzel ugye a bírónak újra kell kezdeni a számolást. De Tihanyi már is készül még valamire. Te jó ég érkezik, ó, és te jó ég! A felső kötél fölött kivetődik Koppányra. Azt a mindenségét neki. Így van, a bíró újra is kezdi a számolás 1-től. Ha 10-ig eljut, akkor ugye vége lesz a mérkőzésnek, legalábbis aki amelyik részevő kint van, az lesz a vesztes. De igen ám, de ha Koppány így nyerné meg a mérkőzést, akkor nem válna ő attól még a HCV bajnokká, hiszen a cím nem cserélhet gazdát kiszámolással vagy diszkvalifikációval. De ahogyan látom, most Koppány nem is erre játszik, hanem inkább arra játszik, hogy a barikádba folyamatosan belevágja Tihanyit, és ezzel gyengítse a bajnokot, most küldi vissza a ringbe, és tussra megy Koppány. Tihanyi kettőnél ki tud rúgni. Pedig hatalmasokat kapott. Koppány keményen belevágta Tihanyit a barikádba többször is. Nem lehetett kellemes, ugye ez ilyenkor azért nem diszkvalifikáció, mert kvázi Koppány nem használta a tárgyat magát, hanem ugye véletlenül ott volt az a bizonyos tárgy. Úgyhogy ezért nem minősül ez még diszkvalifikációnak, és hát nyilvánvalóan a bíró sem fog most itt hepsziáskodni, itt a dicsőség napja főmérkőzése kapcsán azért mégiscsak itt. Itt azért lehetünk engedékenyebbek, nem kellene ilyesmi miatt lefújni az egész mérkőzést, bár tény, hogy nem a legetikusabb módszer Koppány részéről. De szerintem tőle nem is várunk ilyesmit. A misztikus ős magyar egy igazi harcos, egy igazi barbár. Nem várunk tőle ilyesmit, hogy etikussá meg hasonló. Most a túlszány után tussa megy a bajnokon, de Tihanyi ki tud rúgni kettőnél. Koppány egyre jobban nem akarja ezt elhinni. Azonban most Tihanyi visszatámad. Most visszatámad Tihanyi Péter, érkezne, de nem tud, Koppány. Megtartja az irányítást, küldi ismét Pétert a sarokba, és azonnal kiesik onnan Péter, olyan, hogy erővel vágja őt bele Koppány a sarokba, hogy azonnal kiesik Péter. Olyan most, hogy miért készül most Pétertől Rip Reverse, de elkapja őt Koppány! És hatalmas lesz slam. Ismételten tussa megy Koppány, de Péter ismételten kirúg. Ugye itt Péter próbál van egy leapfroggal átugorni Koppány, de nem sikerült neki, mert Koppány elkapta őt a levegőben, és egy hatalmas egy slamet adott be neki, egy hatalmas egy power slamet, hatalmas egy scoop slamet. Azonban most Péter most érkezik. Koppány bombáz a csoppukkal a sarokban, de most nem, ez most nem jön össze. Péternek Koppány ismételten
beküldi Pétert a sorokba és elkezdődik gyepálni. Majd pedig ezek után hatalmas egy szlem Koppánytól. Ami után Tusra is megy, de nem. Nem sikerül Koppánynak, Tihany ismételten kirúgott. De ismételtem. Tihanyi háta nagyon sokat kap. Koppánytán előpróbálja ezzel készíteni a Spearre. Ugye már a befejező mozdulatára Tihanyit. Míg a hátára támad. Ugye tudjuk, hogy Tihanyinak azért a múltban itt ebben az alternatív univerzumban volt dolga hátsérülésekkel. Ugye pont az előző dicsőség napján sérült meg a hát a Tihanyinak Krampus ellen. Lehet, hogy Koppány azért erre is próbál játszani. Olyan most a sarokban hatalmas nagy Crossline, majd pedig felkapja Tihanyit és hatalmas egy Body Slam. Ismételten a hátra kapja Tihanyinak. Tusra megy Koppány, de nem. 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 Tihanyi ismét kirúg. Koppány egyre jobban nem akarja ezt elhinni. Egyre jobban kétségbe esik Koppány. Legalábbis a kétségbeesés látszik rajta. Most Tihanyi visszatámad. Visszatámad Tihanyi. Koppány a sorokba is esik. Ott kezdi előtt gyepálni Tihanyi Péter. Azonban most Koppány gyomorszájon tudja rúgni Tihanyi, és te jó ég, be tudja fogni fel és kapja, és ott van hatalmas nagy Citeo Powerbomb. Koppánynak meg lehet a mérkőzés, de Tihanyi az utolsó pillanatban ki tud rúgni. Azt a minden segít neki. Hatalmas nagy mérkőzés. Koppánynak úgy néz ki, elege lett. Ismételten Tusra megy. Véget akar vetni ennek a meccsnek, de nem. Most Koppány teszik fel Tihanyit a felső kötélre, de nem. Nem jön össze neki. Most Tihanyi az, aki küldi a sarokba és teszi fel őt a felső kötélre. Tihanyi Péter, mire készül? De jó ég, most mászik Koppány után. Mászik Koppány után mind a ketten a legfelső kötélen. Spanish Fly Tihanyitól. És most végre Tusra is tud menni, de nem tudott egyből azonban Tusra menni azért Tihanyi, és talán ez okozta azt, hogy most Tihanyi nem nyerte meg ezt a meccset. A közönség azt gondolja, hogy this is awesome. Hát igen, ez azért awesome, hogyha valami, akkor ez awesome, azt kell, hogy mondjam. De Tihanyi most tud érkezni. Ez a Spanish Fly, ha máshol nem is volt jó, de arra, hogy egy kis szeparációt tudott neki adni, egy kis időt tudott neki adni, hogy újra össze tudja magát egy kicsit szedni. Azonban most Koppány azt a mindenséget hatalmas egy könyökös Tihanyi tarkójára. Azt a mindenségét neki. Küldi. Ahol is egy hatalmas egy Crossline. Koppánytól. De jó jég. De most Tihanyi visszatámad. És érkezik Tihanyi. Hatalmas egy kombóval, majd pedig küldi Koppány, de Whip Reverse Koppánytól, ez pedig átpucskázik most Tihanyi, azt a mindenségét neki, megvan a Head Scissors, és utána pedig hatalmas egy drop kick, Tihanyi Péter visszajött a mérkőzésbe, hölgyeim és uraim. És készül Tihanyi, nézzük mi lesz az, befogja Koppányt, és Skywalker betalál. Tusra is megy Tihanyi, nézzük, de nem! Koppány ki tud rúgni azt a mindenségét. Hoppá, de ez mi? Ez a tárgya tulajdonos zenéje, itt van Szabó Tamás a táskával. Itt van Szabó Tamás a táskával. Te jó ég, Tamás be is váltja a táskát. Immár ez egy triple threat mérkőzésé válik ezáltal. Azt a mindenségét Tamás beváltja a táskát, Tihanyi menne rá Tamásra, de Tamás elkerüli. Majd pedig Szabó Tamástól hatalmas egy Olympic Slam. Miközben Koppány már talpon van egyébként, már készül valamire Koppány ott nagyon, de Tamás és Tihanyi egymással vannak elfoglalva, most Tamás kiküldi Tihanyit.
És most Tamás megfordul, ott van Koppány, és Koppányot betalál a Spear! Hatalmas a Spear! Elkosszálja Szabó Tamást Koppány! És új HCB bajnokunk van! Azt a mindenségit neki! Nem hiszek a szememnek! Tihanyi Péter elvesztette a HCB bajnoki címet úgy, hogy nem ő lett pinnelve. Nem ő vesztett, hanem aki beváltotta a táskát, Szabó Tamás kapta a pinfolt Koppánytól. És így Koppány lett az új HCV bajnok. A misztikus ős magyar megcsinálja, meghódítja a HCV-t, beteljesíti a földanya akaratát, a földanya kívánságát. Itt a 8. dicsőség napján Koppány HCV bajnokká vált.